Jó napot kívánok! Kellemes időt, kellemes szórakozást ma délelőtre. Yes! Fogadás! Jövő! Zászlókra! Tisztelt! Legy! Kunhalassor a Gábor Áron tüzérlaktanyából. Köszöntöm Önöket, jó napot kívánok, kellemes délelőttet, jó idő. Úgy tűnik, 10 órára, mire az ünnepélyes eskütétel megkezdődik. Talán itt Halason is kiderül az ég, kisüt a nap, a reggeli eső elmúlik. Ma itt a Gábor Áron laktanyában közel 400 fiatal honvéd tesz esküt, tüzérek és határőrök. Hagyományosan a tüzérek itt a laktanya alakulóterén, a határőrök pedig a saját laktanyájukban, vagy a város főterén tesznek esküt. Most, talán a mi kedvünkért is, együtt történik az ünnepélyes eskütétel. Én, Székely Szabolcs honvéd, a dolgozó magyar népfia, esküszöm! A dolgozó magyar népfia, esküszöm! Hogy a Magyar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek! Hogy a Magyar Népköztársaságnak hűséges katonája leszek! A Népköztársaság alkotmányához! A Népköztársaság alkotmányához! Törvényeihez és törvényes rendeleteihez híven! Becsülettel teljesítem kötelességemet. Becsülettel teljesítem kötelességemet. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem. Elöljáróim és feljebbvalóim parancsainak engedelmeskedem. Esküszöm. Esküszöm. Hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot. Hogy hazámat, a Magyar Népköztársaságot. Minden külső és belső ellenség ellen, minden külső és belső ellenség ellen, életem feláldozásával is megvédem. Életem feláldozásával is megvédem. Lassan kiürül az alakuló tér, hogy aztán újra felsorakozzanak a katonák a díszmenethez. Sokan nem tudják még, hogy hol fogják a másfél éve szolgálatukat teljesíteni. Lesznek, akik itt maradnak, lesznek, akik az ország más tájára kerülnek. Azok, akik itt maradnak Kiskunhalason, hogy hol fognak szolgálatot teljesíteni, városról, Kiskunhalasról készítettünk egy kis filmetűdöt, és addig, amíg a díszmenet megérkezik, ezt nézzük meg. A Kalocsai Helyőrség zenekarát hallják, és most már látják, és ebben az évben ünnepelték fennállásunknak 30. évfordulóját. És 1987-ben, amire nagyon büszkék, elnyerték a Szocialista Kultúráért kitüntető címet. És megérkezett a díszszemle, élén Rombári Frigyes őrnaggyal, a vezénylő parancsnokkal. Ezek a feszes léptek, feszülő izmok, és a szülők arcán látható mosoly, szemükben látható egy-egy könycsepp bizonyítja, hogy az elmúlt egy hónap kemény munkával telt el. A díszmenettel Kiskunhalason befejeződött az ünnepélyes katonai eskütétel. Kiskunhalas ezekkel a képekkel búcsúzik a nézőktől ma délelőtre. Délután ismét találkozunk egy másik helyszínről, fogunk közvetíteni, bemutatót fognak látni,
a határőr alakul a lovas iskolájából. További kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a szó és a kép ismét a stúdiójé.